Kedves nézőink, Rájátszás című rovatunkban először friss sporthíreink következnek néhány mondatban. Városunk fiataljai kiválóan szerepeltek a 2012-13-as tanévi megyei tollaslabda diákolimpia területi döntőjén Nyíregyházán. Az országos döntőbe a következő versenyzők kerültek be. A második korcsoportos fiúknál második helyezést ért el Tóth Levente, míg első lett Szalontai Dominik. Ugyanebben a korcsoportban a lányoknál Csirmaz Réka harmadik, míg Mészáros Petra első helyezést ért el. A negyedik korcsoportos fiúknál Palcert Benedek negyedik, míg Jó Balázs a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Szintén ebben a korcsoportban a lányoknál Németi Klaudia bronzérmet szerzett. Az ötödik korcsoportos lányoknál Topány Brigitta második, míg Somogyi Ágnes első helyezést ért el. Az országos döntőt Kiskunfélegyházán rendezik április 5-e és 7-e között. A Sotokan Karate Egyesület hajdúszobosztó karatékái jól szerepeltek a február 23-án megtartott 3. Hódos Imre kupán Hajdúnánáson. A régiós verseny egyben felkészülést is jelentett az áprilisban Egerben megrendezésre kerülő Sotokan Európa kupára, ami a Sotokan Világszövetség égisze alatt zajlik. Az egyesületből 9 versenyző lépett küzdőtérre kata és kümite versenyszámban. Először a kisebbek bizonyítottak, Farkas Dominik és Békési Lajos, akik korosztályukban elsők lettek katában és kümitében is. Majd a nagyobbak következtek. Dien Balázs, Tóth Anna, Tóth János, Szabó Rebeka, Csivincski Klaudia és Somogyi Péter mind kiválóan szerepeltek a versenyen, és megkapták jutalmukat a csillogó érmeket. A verseny végén a veterán korcsoport következett, ahol Majoros Attila kata és kümite versenyszámban is első helyezést ért el, maga mögé utasítva a korosztálya Európa bajnokát is. Sok sikert és kitartást kívánunk a továbbiakban is versenyzőiknek. Versenyeikről és helyezéseikről továbbiakban is beszámolunk Önöknek.